Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor, fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg. Csupa fény és boldogság büszke elmém, majd fél, az idő ellop, eltemet. Csak az enyém légy, néha azt szeretném, majd, hogy a világ lássa kincsemet. Arcod varázsa csordultig betölt, egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más, nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény, királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom. Sziasztok! Ebből már kitalálhattátok, hogy ma kiről lesz szó. 404 éve hunyt el William Shakespeare, és ez a 75. szonettje volt, ami nekem a kedvencem, és már nagyon régen megtanultam. Úgyhogy nagyon érdekes lesz róla beszélnem, mert én nagyon szeretem. Mondjuk egy valamire való színház kedvelő előbb-utóbb úgyis megismerkedik Shakespeare-rel, úgyhogy én pedig annak tartom magamat, és nem mehetek el szó nélkül, hogy egyébként a születésének az évfordulója is ma van. 1564-ben született, és hát ez a dátum, ez az április 23, ez egy ilyen feltételezhető dátum, ez nem teljesen biztos, hogy ekkor született, de így tartják számon, úgyhogy így jegyezzük meg. Egy pár szóban nem szeretnék Wikipédia lenni, úgyhogy csak pár szóban fogok az életéről beszélni. Ugye 1564. április 23-án született John és Mary Shakespeare gyermekeként. Az ő apukája vállalkozó volt, méghozzá bőrgyártó, és kesztyükhöz gyártott ilyen finom, puha, fehér bőrt. Amikor William 5 éves volt, akkor egyébként az apukája Stratfordnak, mert hogy ők ott éltek, az ilyen polgármestere lett, de nem polgármesternek nevezték akkoriban, csak olyasmi szerepet töltött be. És Shakespeare-nek két idősebb nővére elhunyt, már csecsemőkorában. Ők két lány volt, aztán született még ő, és akkor megszületett ugye William, és aztán született még három öccse, Gilbert, Richard és Edmund. És hát aztán Shakespeare olyan gimnáziumba járt, ahol megismerkedett a latin színjátszással, és az írással is. Szóval neki már viszonylag ugye ezt fiatal korábban az egész színházhoz elkezdett vonzódni. De nagyon fiatal volt, 18 éves mindössze, amikor is elvette feleségül annál 8 évvel idősebb Anne Hathaway-t, aki nem a színésznő, ugye, azt tudjuk, és aki már ugye akkor 26 éves volt, és terhes is volt az első gyermekükkel, Susannával. Aztán Shakespeare-nek és ennek született még egy ikerpár gyermeke, Judith és Hamlet, 1585-ben. Na most Shakespeare-nek az ugye... Ekkor már ugye színházi ambíciókat dédelgetett, és Londonba kellett költözni, amíg a családja, ők ott maradtak Stratfordban. És hát az első munkáját 1592-től jegyzik. Akkor jegyez, vagy az ilyen fennmaradt adat, hogy akkorra tehető az ő pályájának a kezdete, mint drámaíró és mint színész is. És hát összesen az élete során 38 drámát jegyez, 2 narratív verset, 154 szonettet, és ezen kívül még több verset is természetesen. És hát én azért
szeretnék most William Shakespeare-ről beszélni, nem csak amiatt, mert ugye aktuális a dátum szerint, tehát ugye ma van a halálának az évfordulója, hanem azért is, mert a mondani valójában is aktuális, szerintem. Tehát olyan időtállóak a drámái, és annak a mondani valói, hogy hát ugye rengeteg színház játsza a mai napig, és hát volt szerencsém nekem is látnom színdarabot, Shakespeare színdarabot, több színházban is, és hát én egyszer kitűztem magam elé, hogy ahol Shakespeare bemutatnak, én oda elmegyek és megnézem. Hát sajnos ez a projektem ugye hát most nem annyira működik, hiszen nincs színház, és hát majd remélem, hogy ez jövőre fog folytatódni, és minél többet meg fogok tudni nézni. Én most nektek három drámát, magát a műt fogom ajánlani, és már kettőt láttam egyébként színházban, arról csak pár szót fogok ejteni. Ugyanis vannak, akik egyébként azt mondják, hogy Shakespeare-t olvasni kell, és nem pedig színdarabként játszani, azért, mert Shakespeare-nek nagyon költői a nyelve. És ez a színházban ez sokszor ez a költőiség elveszik, és inkább a drámai hangvétel kap szerepet, nem pedig a költői. Ez egyébként Babits is ezt vallotta. Én ezzel egy nagyon picit egyet tudok érteni egyébként, mert olvasva mást ad, mint ha színházban látjuk, és ezt már elmondtam egyébként az előző videómban is, hogy a könyv meg a filmnek a műfaja az más. Na most a könyv meg a szín, vagy a drámának és a színdarabnak nem más, hiszen azért az a dráma azért íródott, hogy előadják, ugye tudjuk, hogy a dráma az párbeszédes. Tehát azért nincs olyan sok különbség, de azért Shakespeare-nél tényleg nem lehet összehasonlítani egy Ibsennel, egy Csehovval, vagy egy Arthur Millerrel, az én személyes kedvencemben, mert nem lehet összehasonlítani, teljesen más nyelvezete van, és hát ahány fordítás, egyébként annyiféle változatot kapunk magyarul, de hát én most hármat fogok bemutatni, és úgy fogok haladni, hogy a kevésbé kedvencemtől haladunk az én kedvencemig, úgyhogy egy top 3 gyakorlatilag lesz, de egyébként nem top 3, mert valamit még én sem olvastam, mert úgy érzem, hogy még erre nem érettem meg. Persze ez nem teljesen igaz, hogy nem érettem meg, csak egyszerűen még halogatom, még úgy tolom, majd amikor eljön az ideje, akkor fogom a kezembe venni, amikor én azt úgy érzem, ilyen például a harmadik Richard is, úgyhogy még nem olvastam el. Én hogy találkoztam először Shakespeare-rel, arról még azért pár szóban szeretnék beszélni. Én életem során ezzel a szonettel találkoztam legelőször, amit most elmondtam nektek. Méghozzá volt egy ilyen film, aminek az volt a címe, hogy Az arc nélküli ember, és ebbe az arc nélküli emberben volt egy, a Mel Gibson a főszereplő, és volt benne egy kisfiú, akit ő tanított. Mert ő nem tanult jól, és a Mel Gibson karakter, ő egy tanár volt. És egyszer ezt a verset, ezt elmondta neki, ezt az vagy nekem, mit esnek a kenyér. És én akkor ezt a részt rengetegszer visszanéztem, mert megérintette a lelkemet. De fogalmam sem volt, hogy ki az a William Shakespeare. Még nagyon fiatal voltam. Nem tudom hány éves. De aztán a következő találkozásom vele, az egy interpopulárt füzeteink vannak otthon, megvan az összes, és egyszer csak így fogtam, és kihúztam. Azt hiszem zöld színe volt, mert ugye ezek ilyen nagyon színes füzetek. Fogtam, kihúztam, és a Rómeó és Júlia volt, és nekem nagyon megtetszett, hogy párbeszédes formában van, mert én akkor nekem nagyon tetszettek ezek a párbeszédes formák. Én akkor azt még nem tudtam, hogy ezt úgy nevezik, hogy dráma. De akkor egyébként 11-12 éves lehettem, olvasgattam, de nem sokat értettem meg belőle. Rá kellett jönnöm, hogy
Hát én most ehhez vagy még túl fiatal vagyok, vagy tényleg ez nem az én műfajom. De aztán a középiskolában természetesen visszatértünk erre a műre, úgyhogy szeretném nektek ajánlani, vagy szeretnék róla beszélni, igazából nem is tudom, hogy most hogy mondhatnám ezt, és itt ne ezt nézzétek, hanem a Rómeó és Júliát. Nekem ez a Rómeó és Júlia, ez Kosztolányi Dezső fordításában van meg. Ha minden igaz. Szerintem igen. Igen, Kosztolányi Dezső fordításában van meg. Na most, ugye a Rómeó és Júlia, hajlamosak vagyunk, ugye ezt a történetet a világirodalom egyik legszebb szerelmes történetének nevezni, pedig csak néhány napig tartott. Ugye? Szeretnék pár érdekességet elmondani ezzel kapcsolatosan. Méghozzá azt, hogy az első fordítása 1786-ban jött ki, és egy Kun Szabó Sándor nevű ember fordította le, de az az érdekessége, hogy ő német nyelvből fordított, egy Felix Weiss nevű német írónak a fordítását fordította le, tehát nem az eredeti angol szövegből dolgozott. Igen, nem, csak ez a Weisse úgy gondolta, hogy ő bizony nem úgy fordítja le az angolt, ahogy az van, kihagyott belőle szereplőket, és megmásította a történetet egy picit. És mi ezt a magyar fordítást kaptuk meg, vagy hazánk van, legelőször, amiben szereplők hiányoztak. Úgyhogy ez nagyon érdekes, de majd ennél a Hamletnél is ki fogok egyébként térni, ami a következő lesz, most elszpoilereztem, hogy mi lesz a következő, de majd annál is ki fogok erre térni, mert ez nagyon érdekes szerintem ez a fordítás. Na, én először egyébként Rómeó és Júliát filmfeldolgozásba láttam, és szerintem valamire való korombeli lány, az Annu nagyon szerette a 96-os Rómeó és Júliát. Ki miatt? Természetesen Leonardo DiCaprio miatt. Aztán következő évben jött a Titanic egyébként, de nem 96-ban láttam. 96-ban jött ki a film, de én nem akkor láttam, nem jóval később. Egyszer a tévébe. És nagyon megtetszett a történet, és utána már az olvasás is sokkal könnyebb volt, érettebb fejjel. 16 vagy 17 lehettem, de az biztos, hogy sokkal könnyebb volt érettebb fejjel ezt olvasni, hiszen azért mégiscsak szerelem, és addigra már kapizsgáltam a szerelem fogalmát, vagy legalábbis azt, hogy milyen valaki iránt valamit érezni, de ugye mivel ez egy első szerelem története, és még tinédzserek, ezért én, megmondom őszintén, akkoriban nem szerettem ezt a két karaktert. Engem mérhetetlenül felbosszantottak. De most felnőtt fejjel már azt gondolom, hogy a tini szerelem az ilyen. Az ilyen racionalitás nélkülöző, abszolút elragadnak az érzések, hogyha valami akadályba ütközöl, akkor átmész a falon is, mert neked akkor is kell, és akkor is szükséged van erre. Nem mondom, egyébként a szerelem az szerintem, ha valamire való egy érzés, akkor ez ilyen kéne legyen általában, hogy kikapcsol mindent, mert csak az számít. De azért mondjuk felnőtt fejjel, mert az ember tudja irányítani, de ők abban a helyzetben voltak, ráadásul ugye, hogy a családjuk ellenségeskedett, gyűlölték egymást, és hát ugye ők egy nagyon bátor tettre készültek, ami a legrosszabbra fordult. És hát mivel ez egy tragédia, tudjuk, hogy nem lett jó vége ennek a szerelemnek, de az biztos, hogy Shakespeare ezt nagyon jól megírta, és hát a szerelemnek, tehát a szerelem az mindig aktuális, ezért lehet jól mondjuk színházban is
adaptálni, hiszen pláne a fiatalokat meg pláne be lehet vonzani. Azáltal meg, hogy mi kötelező olvasmány is egyébként játsszák is a színházak, én nagyon támogatom. Hát amit még szeretnék elmondani róla, hogy nekem a szövege az a legkevésbé tetszik, mint a következő kettő. És a történetben sem tartom annyira, nem a történetben, bocsánat, a mondani valóban sem tartom annyira erősnek, mint a másik kettő, ami még következik, de ettől függetlenül ez egy alapmű, tehát ez mindenkinek olvasnia kellene, és mindenkinek meg kéne néznie, legalább egy színen a feldolgozásban, mindenképp. Hát egyébként most felnőtt fejemmel a Rómeót még mindig egy picit nem tartom jó karakternek, de a Júliát egy picivel higgadtabb, okosabb nőnek tartom most már, így olvasva, és akkor annyit szeretnék még, hogy mindjárt fel fogok belőle olvasni, de a Nyugatban Móricz Zsigmond 1923-ban írt egy pár sort erről a Rómeó és Júlia műről, tehát nem színdarabról, színdarabról is ír, de előbb megemlékezett a műről, és akkor azt mondja, hogy Shakespeare első nagy darabja, sőt, talán első saját darabja, mert az a három komédia, amit előzőleg életrajzírói felvesznek, a felsült szerelmesek, a két veronai ifjú és a tévedések játéka inkább talán csak idegen témák és szövegek átdolgozásai. A Rómeó és Júliát 1592-ben adták elő, akkor ő 28 éves volt, a szerelem izzó fénye perzsel ebből a rendetlen, tobzódó formát, színpadot, életet még nem eléggé ismerő darabból. Ez az, amit mindjárt az első Shakespeare-i darabnál megéreztem. A lélekben felfogadt energia megnyilvánulási módot keres. A szerelem, a két nem közötti határtalan, s ellenállhatatlan, s a legfőbb természeti erő gyanántható szerelem dühöngve tör ki a költőből, s mint egy fiatal, tavaszi vihar, sziklákat görget, és fákat csavar ki, s lesodorja a hegyekből az őzeket, a szarvasgidákat, a szakadékos medrű patakon, mely hirtelen vízzel rázuhog. Hát szerintem ennél gyönyörűbben nem lehetett volna megfogalmazni Móricz Zsigmond, hát zseniálisan ír, hát na, ez zseniális szerintem. Na és akkor most fel fogok olvasni nektek belőle pár érdekes részt. Még van 2 percem erre, úgy számoltam, hogy 10-10 percet fogok mindegyikről beszélni, úgyhogy most még ennyi belefér. Na most egy elég ikonikus rész lesz belőle, mind a háromból úgy próbáltam egy ikonikus részt, úgyhogy kezdjük is el. Júlia éppen beszél, Rómeó pedig meghallja, amit beszélő, de nem egymásnak mondják ezt. Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Tagadd meg az atyád, nevet hajítsd el, s ha nem teszed meg, esküdj, édesemmi. Én leszek Capulet, s én sem leszek Capulet többé. Hallgassak? Vagy szóljak-e neki? Júlia mondja, ezt Rómeó mondta, Júlia pedig csak a neved ellenségem. Csak az. Te önmagad vagy, és nem Montagu. Mi az a Montagu? Se kéz, se láb. Se kar, se arc, se más efféle része az embereknek. Ó, hát légy te más név. Mi is a név? Mit rózsának hívunk mi, bárhogy nevezzük, épp oly illatos, így, hogyha nem hívnának Rómeónak, e cím hiány se volna csorba híred, Rómeó, lögd porba a neved. És ezért a névért, mely nem a valód, fogd életem. És akkor még van benne egy ilyen rész, hogy amikor Júlia még beszél már, akkor már beszélget Rómeóval, hogy az arcomon az éj elarca, látod? Másképp leányos pír kendőzni arcomon. Azért, amit ma éjjel elkotyogtam.
Az illem, ó, az illem azt kívánná, hogy visszaszívjam, ám de félre illem. Szeretsz-e? Majd így szólsz, tudom, szeretlek. S bízom szavadban, ám de mégsem esküdj, mert a szerelmeseknek hitszegésen Jupiter is kacag. Ó, Rómeó, vald meg nekem nyíltan, szeretsz-e, kedves? Ha azt hiszed, hogy könnyen kapsz meg engem, morcoskodom, nemet mondok kacéran, hogy udvarolj másképp nem. A világért. Szép, mondta. Lásd, lágy vagyok, nagyon. És azt véled így, hogy könnyűvérű voltam. De bízte bennem, hűbb leszek te hozzád, mint kik ravaszdin kelletik maguk. Talán magam is ezt teszem, bevallom, de észre sem vettem, mikor kilested. Bús vallomásom, most azért bocsáss meg. S ne szalmalángnak tartsd, beösmerésem, mit a sötét éj fölfedett neked. Csodálatos. Shakespeare nyelvezete brutálisan szép. Imádom. Úgyhogy mindenkinek ajánlom a Rómeó és Júliát, mondom, alapmű, el kell olvasni. És alapműnek tartom alapvetően a következőt is. Ugye? Mindenki így gondolja, hogy a Hamlet is az. Őszintén szólva, én a Hamletet nem olyan régen olvastam el. A Víg Színházban műsorra tűzték, ugye 2017-ben, és akkor olvastam el, mert én mindenképp arra menni szerettem volna, és akkor elolvastam, és hát Shakespeare nálam akkor elérte a hatást, aztán a színdarab is elérte a hatást, meg kell mondanom, hogy a Szenyi Enikő rendezése az nekem elvarázsolt akkor, de ifja Vidnyánszky Attila Hamletje, a tökéletes Hamlet lett a szememben, tehát nem is lehetett volna ennél jobb választás egyébként, meg egyébként Attika a kedvenc színészem, úgyhogy már évek óta, úgyhogy miatta mentem megnézni a Hamletet, de tényleg nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, mind a szöveg is, és mind az a színdarab. Csak ennyit szerettem volna elmondani a színdarabról, és akkor pár érdekes, hogy ez 1601-ben írt a Shakespeare feltehetőleg, ugye ezek mind olyan bizonytalan adatok. És Magyarországon először a nyelvújítónk Kazinczy Ferenc fordította le 1790-ben. Igen, nem? De ő is német szövegből, Schröder fordításából fordította le. És hát nem az lett a vége, amit Shakespeare írt. Shakespeare egy tragédiát írt, ugye, ez is egy tragédia, és ezt a tragédiát szorozzuk be még jó sokkal, ugye, mert nem fogom elárulni, hogy mi lesz, nem, most nem spoilerezek. Szóval tragédia történik, és de ott nem történik tragédia. Tehát elveszik a lényege a Kazinczy Ferenc fordításában. De ez a fordítás, ez egy Arany János fordítás, úgyhogy picit hűebb, sőt, hűebb ez a szöveg az angolhoz, hiszen ő angolból fordította amúgy is. Hát Hamlet Dániában játszódik, Helsingborgban, és hát elmondom akkor röviden a történetét, tehát új királyt ünnepelnek éppen, ugyanis Claudius lett az új király, hiszen bátyja korábban 2 hónappal azelőtt elhalálozott. Igen, ám, de Hamlet édesanyja nem gyászol, hanem egyből hozzámegy Claudiushoz, és hát ugye ezt az ifjabb Hamlet nem nézi jó szemmel, hiszen hát édesanyjának még gyászolnia kellene,
és nem pedig férjhez mennie. Igen, ám, de egy napon Hamlet meglátja édesapja szellemét, és gyökeresen megváltozik az addigi élete. Többet nem fogok elárulni róla. Annyit kell tudnunk róla, hogy valójában ez egy nagyon okos mű, és bosszú történetet is kapunk, de valójában arról szól, hogy tud elbukni az, aki igazából az egészben annyira, de annyira ártatlan lett volna. És Hamlet szemszöge szerintem abszolút nyilvánvaló. És szerintem meg tudjuk érteni, hogy mit miért tesz. Ráadásul ugye nagyon nehéz erről nem spoileresen beszélni, de ő már rögtön megtehetne valamit, és mégsem teszi meg. Most gondolkodom azon, hogy eláruljam-e. Elárulom. Tehát az derül ki, hogy Claudius, a szellem, tehát az ő apjának a szellem azt mondja neki, hogy Claudius gyilkolta meg. De az ő anyukájának ne essen bántódása, erre kéri csak. És akkor ugye Hamlet nagyon sokáig hezitál, hogy mit csináljon, hogy most megölje, vagy mit tegyen. Valójában teljesen ennek a rabja lesz, hogy mit tudnak csinálni, és nagyon észszerűen és racionálisan nem ragadja el végül a szenvedély, hanem átgondolja, hogy valahogy leleplezi egy színdarab formájában, tehát színdarab a színdarabban lesz gyakorlatilag. Nagyon érdekes szerintem, nagyon ötletes volt ez Shakespeare-től, és ezt úgy nevezik ezt a jelenetet, hogy egérfogó jelenet. És hát ugye ez a jelenet végül sikerül, tehát Hamletnek sikerül ez a dolog, de azért nem egészen úgy, ahogy ő azt tervezte. És aztán viszont már elragadja a szenvedélye, és itt van Hamletnek a tragédiája, gyakorlatilag ebben rejlik, hogy aztán ő is bűnössé válik, és ő ellene is bosszút esküdnek, és ez egy sajnos végzetes hibának bizonyul, és akkor innen szerintem kitalálhatjátok, hogy mi történik. Gyűlölet gyűlöletet szül, és hát igen. Hamlet nem jár szerencsével. És most innen is fel fogok olvasni egy részletet. Ez is egy nagyon ikonikus rész belőle. Megpróbálom átadni, bár nekem ez a felolvasás azért annyira nem működik. Hamlet mondja, lenni vagy nem lenni? Az itt a kérdés. Akkor nem es be a lélek, ha tűri bal sorsa minden nyűgét s nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni. Elszunnyadni. Semmi több. S egy álom által elvégezni mind a szív keservét, a test eredendő, természetes rázkódtatásait. Oly cél, minőt óhajtat a kegyes. Meghalni, elszunnyadni, és alunni. Talán álmodni, ez a bökkenő, mert hogy mi álmok jönnek a halálban, ha majd leráztuk mind a földi bajt, ez visszadöbbent. E meggondolás az, mi a nyomort oly hosszan élteti, mert kiviselni a kor gúnycsapásit, zsarnok bosszúját, gőgös ember dőjfét, utált szerelme kínját, pör halasztást, a hivatalnak packázásait, s mind a rúgást, melyen méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet. A nyugalomba küldhetné magát egy puszta törrel. Kihordanál terheket, izzadva, nyögve, élte fáradalmin. A rettegésünk egy halál utáni valamitől, a nem ismert tartomány, melyből nem tér meg az utazó.
Le nem lohasztja kedvünk inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni. Eképp az öntudat belőlünk mind gyávát csinál, s az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti. Így kétkedés által sok nagyszerű, fontos merény kifordul medriből, s elveszti tett nevét. Hát ez is csodálatos. És én tényleg a Hamletet nagyon szeretem. Nagyon jó felépítése van. Mondhatjuk azt is, hogy Hamlet vergődése néha tényleg nagyon fájdalmas, és tényleg néha fájdalmas is olvasni, mert annyira együtt érzel vele, de közben meg amit csinál, az jó, mert hogy nem gyilkol először, ugye, nem öli meg Claudiust, csak aztán hoz egy végzetes hibát. És igen, nagyon jó mű, nagyon tetszik, úgyhogy mindenki olvassa el, de nekem nem ez a kedvencem. És szerintem, hogy valamire való női léleknek a kedvence az lesz, amit most mutatni fogok. Mert ha megtalálom a könyvnek az elejét, ugyanis itt öt dráma van egybe, és ugye nekem ki kellett választanom, és ez a Otello, a velencei mór. Na szóval, hát ez az a regény, vagy regény, dráma, amiben olyan sok minden benne van, ami most aktuális, és nagyon át lehet érezni, nagyon lehet vele azonosulni, sőt, én az egyik személlyel, Desdemónával, abszolút tudok azonosulni, és minden mondata, az a lelkemnek fontos. Most, hogy miért mondom azt, hogy ez most is aktuális? Hát azért, mert ebben van egy kis rasszizmus is, és van benne, benne van a féltékenység is, és benne van az a törtetés, a hatalomélység, egy irdatlannak kisítésekből fakadó gyűlölet, és ugye a bizalom elvesztéséből való féltékenység, ami azért eléggé az életünk része lehet, kinek így, kinek úgy. De én azt mondom, hogy ennél több szórakozás nem is kell egy drámához, amikor ennyi minden benne van, és ennyire hétköznapi gyakorlatilag az egész. És hát én azt mondom, hogy ennek a műnek három főszereplője van. Otello, ugye ő a velencei mór, Desdemona, a felesége, és Iago. És hát Iago ugye a jobb keze Otellónak, de majd róla külön fogok beszélni. Tehát ez az egész dráma egy nagyon tiszta szeretettel kezdődik. És számomra ezért annyira fontos, mert ugye a velencei mórunk, ő színes bőrű, és mégis őt nevezik ki ugye mórnak, és Desdemona, ő egy fiatal, ártatlan, tiszta, nagyon szép lány, akit mit sem érdekel az, hogy milyen a bőrszíne, az sem érdekli, hogy mi a beosztása. Ő egyszerűen tiszta szerelmet kezdett táplálni Otello irányába. És Otello a legbiztosabb karokban fekszik,
Mert ez a nő tényleg mindent odaad neki, minden szeretetével próbálja szeretni, és azt gondolhatjuk, hogy ez a szerelem bizony a legnagyobb, legnagyobb bizalmat képes kiépíteni, hiszen ha ez nem képes arra, akkor mi, akkor mikor bízhatna benne valaki is? Tehát, hogy Odellónak tényleg ott van ez a nő, és a hűség erénye. Na igen, nem, de amikor ennyire két ember ennyire tud kapcsolódni egymáshoz, ott azért megjelenik ugye a féltés is. Mert nem akarunk nélküle élni, mert az nem lehet, hogy másé legyen, mert az nem lehet, hogy mással kedves legyen, vagy hát ugye vannak fokozatai a féltésnek, és a féltékenységnek is, és amikor bejön a képbe egy olyan ember, aki igazából abszolút nincs önmagával, harmóniában, iszonyat nagy kishűtiségben szenved, iszonyat irigy, iszonyat törtető, és itt a gonosz szót nem használnám. Ő nem gonosz, mert nem gonosz, hanem sokkal inkább egy okos, egy ravasz, egy manipulálni képes ember, aki a saját érdekeiért mindenre képes. És sajnos az Otellónak a közvetlen közelében lévő ember, akit ő még a barátjának is hisz, és ez Iago. És Iago a kedvenc karakterem egyébként majdnem az egész Shakespeare-i művekben, Shakespeare-i alkotásokban, mert hogy Iago karaktere nagyon kidolgozott az én szememben, egy rettentően jó-rossz karakter. Tehát tényleg a legjobb gonoszok, most mondhatjuk gonosznak, mert egyébként gonosz karakter, de hogy úgy nem a gonoszság van a fejében, mert akkor szerintem, hogyha gonosz lenne, akkor elragadná őt a szenvedélye, de ő nagyon higgadt fejjel képes irányítani a dolgokat, és mindent megtervez, hogy mi hogyan legyen. Szóval erre egy olyan, tényleg erre nagyon hidegfejű embernek kell ahhoz lennie. És én azt gondolom, hogy ugye őt nem is a rasszizmus vezérli, hiszen őt inkább az, hogy nem bírja elviselni, ilyen, gyakorlatilag egy ilyen kisfiúként éli meg azt, hogy nem ő lesz a... Nem ő kapja meg azt a megbízatást, amit Otello megkapott, és hát igen. Azt gondolja egyébként, hogy Otello, ő egy barbár. Tehát itt jó, egy picit megjelenik a rasszizmus, de hogy ebből a barbár vérből igenis ki lehet hozni azt, hogy ez az ember barbárul is viselkedjen. Pedig Otello egy nagyon erős, nagyon karizmatikus, nagyon higgadt, nagyon jó lelkű karakter egyébként, aki jó vezető is, és jó férj is lehetne belőle, hogyha tényleg ez a féltékenység apró csírája nem kezdett volna kivirágozni benne, és nem kezdett volna hatalmasra nőni benne. És ő bízik Iagóban. Előbb bízik sajnos Iagóban, mint a saját feleségében, aki tényleg minden szeretetével ott van vele. És a legnagyobb ártatlansággal van ott vele. És hát igen, ez is egy tragédia, ugye, ezt már elmondtam, úgyhogy gondolhatjuk, hogy mi fog történni. Na, ezt viszont nem fogom most elárulni, mert mindenki olvassa el, vagy menjen, nézzem meg színdarabba. Én egyébként a Nemzeti Színházban
2018 decemberében láttam először, meg kétszer láttam, mert aztán rám hatással volt, és elmentem még egyszer megnézni, és nekem ez a feldolgozás nagyon tetszett. Mondjuk valószínűleg azért is, mert én korábban nem láttam Otello feldolgozást, se Otello filmet nem néztem meg, de nagyon-nagyon átjött a mondani való, és minden, és tényleg rettentő jó volt. Például nekem az nagyon tetszett a színdarabnál, hogy ugye megmutatják a szeretkezésüket. Ott van a hitvesi ágy, nagyon fontos szerepet játszik ugye ebben a színdarabban. És egyébként itt is ugye a drámában benne van ez az ágy, ugye szeretkeznek, és akkor még a szenvedély hajtja Otellót, meg a szerelem fűti a vérét, és aztán utána visszahozzák ezt az ágyat, hogy mindketten ott vannak, és ugye akkor már féltékenység elveszi az eszét Otellónak, és már nem úgy néz erre a nőre, mint addig. Úgyhogy ezt nagyon jól hozták ebben a színdarabban, és még azt meg kell jegyeznem, hogy szerintem nagyon fontos egy jó Jágó karakternek, vagy egy jó, igen, tehát a Jágó karakteré az egy jó színészt választani, és viszonylag azt gondolom, hogy jól sikerült ez a választás, bár én még ennél is karizmatikusabb színészt választottam volna rá, de egyébként tényleg jó volt ő is, úgyhogy így sikerült végül is átadni nekem az ő személyiségét, meg az ő mozgatórugóit, abszolút, úgyhogy nagyon szerettem. A Nemzeti Színházban az Otellót, hát nem tudom, hogy még fogják-e játszani, és azt sem tudom, hogy a Hamletet fogják-e még a Vix Színházban játszani, de lehetséges, hogy igen, úgyhogy aki teheti, az majd nézze meg. Rómeó és Júliát az pedig nem játsszák, hanem van egy feldolgozása Örkény Színházban nem fogom tudni megmondani a címét, hogy most mi a címe, de Závada Péter írta a szövegkönyvet. Shakespeare, Kertész utcai Shakespeare mosó. Ez a címe, igen. Na, szóval, hát én ennyit szerettem volna nektek mondani, és akkor még utoljára Kosztolányi Dezső soraival zárnám ezt a videót. 1930-ban így írt a Hamletről a Nyugatban. Hamletről még sose hallottam, hogy tiszta irodalom. Nem is az Hamlet. A legmagasabb, amit eddig az emberi szellem létrehozott. Egyszerűen jó darab. Hamlet jó üzlet is. Hamlet ezen kívül szórakoztató olvasmány is. Legalább engem egy életre elszórakoztat. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, és szeressétek Shakespeare-t!